Az attól függ, hogy a milyen minőségű műanyag bajnok. A Múzeumok őszi fesztiválja évek óta számos múzeumi programmal készül az érdeklődőknek, idén országszerte több mint 600 helyszínen. A székesfehérvári rendezvények egyikeként október 12-én délelőtt az Alumíniumipari Múzeum is csatlakozott a fesztiválhoz. A Falatnyi Múzeum programon az érdeklődők megismerkedhettek a nagymamáink idejében használt ikonikus konyhai eszközökkel. Az Alumíniumipari Múzeum idén is felkészült és kitett magáért. Idei tematika az őszi fesztivál alkalmából a gasztronómia volt, és ennek érdekében mi legfőképpen az alumíniumra helyeztük továbbra is a hangsúlyt, és legfőképpen a háztartási eszközöknek a bemutatását kívántuk megjeleníteni a hétköznapokban. Természetesen rendkívül sok székesfehérvári kötődésű tárgyunk van, amelyet így gyártottak le. Így a látogatók találkozhattak hagyományos tallérsütőkkel, burgonyatörőkkel, szódásszifonokkal és kávéfőzőkkel is. A multidézés mellett pedig a 21. század technikájába is beleshettek. A múzeum 3D-s nyomtatójával főzős játékokat, sütőformákat készíthettek. Készültünk legfőbbképpen a háztartási eszközeinknek a bemutatásával, így a gyerekek nem csak ezeket az eszközöket ismerhetik meg, hanem a különböző gyártási folyamatokba is betekintést nyerhetnek, illetve ismét üzembe helyeztük a 3D-s nyomtatónkat, és itt különböző sütőformákkal kedveskedünk ifjú látogatóink számára. A foglalkozás és a 3D nyomtató mellett természetesen az érdeklődők megtekinthették a múzeum állandó kiállítását is, ahol megismerkedhettek az alumínium és a köfém múltjával is.